more sunny days, no more sunny days. I got a heart that won't behave. I got a mind gonna make me insane. Ma van a földnapja, úgyhogy próbáltam ennek megfelelően öltözni egy tematikus pólóval, és odafigyelni a környezetre is, tehát nem használtam energiát arra, hogy kivasaljam. Úgyhogy ha valakin láttok egy gyűrött ruhát, akkor az annak a jele, hogy nagyon környezettudatos az illető, és sokat tesz a földért azzal, hogy nem tesz semmit a ruháival. És mivel szerda van, ezért tudjátok, hogy kísérlet következik, és próbáltam a földdel kapcsolatos témára ráakaszkodni, úgyhogy mivel a múltkor úgyis a kezembe akadt, elővettem ezt a 200 földrajzi kísérlet című könyvet, ami hát legalább 8 vagy 10 éve megvan nekem, egy antikváriumban vettem a turkáló részen, azt hiszem valami 50 forintért, valami nevetséges összeg volt. Hát az a helyzet, hogy megvettem, átlapoztam még akkor, és rájöttem, hogy ezt túl sok mindenre nem fogom tudni használni. Ez egy tanári módszertani szakkönyv volt 1982-ből, tehát lényegében velem egy idős a könyv. Nagyon szeretek ilyen könyveket olvasgatni, mert kíváncsi vagyok arra, hogy különböző dolgokat hogy oldottak meg annak idején, ami ma nagyon kézenfekvő lenne, hogy előveszek egy PET palackot és azt használom, vagy egy szívószálat és azt, stb. Stb. Ami ugye az 1980-as évek elején nem volt túl kézenfekvő, mint ahogy akkoriban az sem volt kézenfekvő, hogy az ember felcsapja a laptopját, aztán rákeres mindenféle animációkra, meg vizualizációkra, ami szerintem ma a földrajzoktatást nagyon-nagyon nagyban tudja segíteni, és ez a könyv lényegében, ha úgy tetszik, kézzelfogható animációknak a gyűjteménye. Oké, nem ez a legpontosabb kifejezés rá, különböző demonstrációs eszközöknek az előállítása van benne. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon kreatív megoldásokat tartalmaz, hogy hogyan kell fából, nem is vaskarikát csinálni, de különböző földrajzi, természettudományos jelenségeket szemléltetni, hogy a diák könnyebben meg tudja érteni és be tudja fogadni. És annak ellenére, hogy ma már az interneten dögivel található különböző animációk, vizualizációk, szimulációk és mindenféle olyan illusztráció, ami segíti a megértést és a tanulást, szerintem azért van valami jó abban, hogyha kézzelfogható dolgokkal tud játszani az ember, és azokon keresztül ért meg dolgokat. Szóval úgy döntöttem, hogy ma átmegyek ezen a 200 kísérleten, és megnézem, hogy mi az, amit meg tudnék valósítani ezek közül, úgy, hogy nem kell elmennem a boltba beszerezni különböző dolgokat, és mégis van valami olyan érdekesség tartalma, amit meg tudok nektek mutatni. Az igazat megvalva ez nem volt túl egyszerű, mert hogy ebből a 200-ból bőven vannak olyan nagyon egyszerű dolgok is, mint például szemléltessük a felhőképződést azzal, hogy rárakunk egy teáskannát a gáztűzhelyre, és megnézzük, ahogy jön ki a csőrén a gőz. Az első, aminél megálltam, az volt, amikor azt javasolja, hogy vegyek elő egy lufit, az éppen van is otthon, fújjam fel valamennyire, ragaszgassak rá papír kontinenseket közel egymáshoz, fújjam tovább, aztán nézzem, ahogy a kontinensek távolodnak egymástól, de azért éreztem, hogy lehet, hogy lesz itt még jobb is ennél. Aztán beleütköztem egy sor olyan kísérletbe, ahol azt javasolja, hogy cigarettafüsttel próbáljunk meg demonstrálni dolgokat. Itt pedig azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon a 80-as évek elején mit csinált az a földrajztanár, aki mondjuk nem dohányzott, az hogyan mutatott be különböző jelenségeket, de aztán eszembe jutott az is, hogy általános iskolában volt olyan fizika tanárom, aki szerintem nagyon örült, hogy végre órán is rágyújthat, hogy szemléltessen bizonyos jelenségeket. Hát nem tudom, ez a követendő példa, úgyhogy lapozzunk is tovább. Ó, igen, az első, aminél felcsillant a szemem, és azonnal felpattantam a székről kirohanni, kipróbálni, az a szél keletkezésének, illetve a légkörzésnek a szemléltetése volt. Azt írja, hogy keskeny rés nyitunk télen a tanterem ajtaján. Ez ugye kapásból megbukott azon, hogy nincsen tél és nincs kellően nagy hőmérsékletkülönbség a lakás egyes helységei között. Viszont van hűtőszekrény, ami a 80-as évek tantermeiben biztos, hogy nem volt. A mai tantermekben nem tudom, hogy van. Úgyhogy oda mentem egy gyertyával, és megnéztem, hogy merre mozdul el a gyertyának a lángja, attól függően, hogy a hűtő ajtajának a tetejénél, vagy az aljánál illesztem-e oda a réshez. Ez a kísérlet pofon egyszerű, akár ti magatok is meg tudjátok otthon csinálni. Fogjatok egy gyertyát és tartsátok oda a résnyire nyitott hűtőajtóhoz, alul, illetve felül.
Alul a nagyobb nyomású hideg levegő az áramlik kifelé, viszont ezzel párhuzamosan a hűtő tetejénél kialakul egy alacsonyabb légnyomású rész, oda pedig tódul kintről be a levegő, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy a két helyen különböző irányba fog nézni a gyertyának a lángja. Házi feladat, próbáljátok ki, hogy mi történik középen. Szerettem volna egy kicsit mélyebben is foglalkozni ezzel, de el nem bírjátok képzelni, hogy mennyire nehéz a hűtőajtót egy kézzel megfelelő szögben tartani, a másik kezemmel közben a gyertyát a megfelelő pozícióba odarakni, és nem maradt kezem, amivel a kamerát tudtam volna kezelni, úgyhogy itt jöhetett volna az az opció, hogy mindenféle stabilizáló megoldásokat próbálok alkalmazni, és barkácsolok össze-vissza, de úgy döntöttem, hogy nincsen benne ennyi, inkább kerestem másik kísérletet, ez pedig a talaj erózióval kapcsolatos, ami nagyon-nagyon fontos téma. Ez lényegében azt mutatja be, hogy a szántás barázdáinak az iránya mekkora hatással van az erózióra. Elárulom, naggyal. Viszont ott éreztem, hogy gond lesz ebből, amikor azt írta, hogy még megtalálható helyenként az a bádokból készített hullámos eszköz, amelyet mosásra használtak. Na most, ha 1982-ben még talán megtalálható valahol egy bizonyos eszköz, akkor elég valószínű, hogy 2020-ban itt a lakásomban szinte biztos, hogy nem lesz fellelhető, és próbáltam szétnézni, hogy mi az, ami a kezem ügyébe akad, ami kellően hullámos lehet, és végül megtaláltam a kezemet. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy megpróbálom az ujjaim által képzett barázdákkal szemléltetni azt a jelenséget, hogy milyen az, amikor homokot tömök ezekbe a résekbe, majd pedig finom vízpermettel próbálom az esőt szimulálni, és megnézni, hogy attól függően, hogy milyen irányba tartom a kezemet, attól függően, hogyan mosódik le a talaj. Kivitelezésnél nagyon hasonló problémákba ütköztem, mint az előző esetben, ráadásul ezt még súlyosította az is, hogy mocskos volt a kezem, amivel a kamerához kellett volna nyúlni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nézem a következő esélyes kísérletet, ez pedig szerintem már tök jól sikerült. Itt tulajdonképpen az egyetlen nehézség az volt, hogy találjak két tök egyforma befőttes üveget, de amint látjátok, ez sikerült megugranom. Az erkélyemen elég sok retket termesztek, hogy mindig legyen friss, mert hogy szeretem a retket, úgyhogy ez volt a másik komponens, amire szükségem volt. Egy jól fejlett retek növényt beletuszkoltam óvatosan az egyik befőttes üvegbe, néhány másik növénykét pedig feláldoztam a tudomány oltárán, mert hogy szükségem volt egy olyan üres talajfelületre, amivel össze tudom hasonlítani a párolgást. Az teljesen logikus, hogy a növényzettel borított talaj az több vizet párologtat, mint a sima talaj önmagában, de hogy ez mennyire lesz látványosan megmutatható két kis befőttes üveggel, abban nem voltam biztos, de egyáltalán nem csalódtam. A különbség a tűzőnapon végzett kísérletnél már 3 perc alatt nagyon-nagyon szembeötlő volt, lehetett látni, hogy az a befőttes üveg, amiben evapotranspiráció, tehát evaporáció, párolgás, és transpiráció, tehát növényi párologtatás együttesen van jelen, az jóval hamarabb bepárásodott, mint az, ahol csak a talajfelszín volt. Az épített városi környezetben nagyon nagy szerepe van a növényzetnek abban, hogy a klímát, a hőérzetünket megfelelően tudják szabályozni, és nem csak azzal, hogy a nagy lombos fák árnyékot vetnek, hanem azzal is, hogy párologtatnak folyamatosan. No more sunny days, no more sunny days. Aki a nagy nyári hőségben sétált már át vízpermet alatt, az tökéletesen tudja, hogy milyen hatással van az, amikor a vízseppek párolgás során hőt vonnak el a környezettől, tehát folyamatosan hűtik azt. Szerintem ezzel a kísérlettel ezt tök szépen lehetett igazolni, viszont ezzel lényegében végigértem a 200 kísérleten, és megcsináltam ma mindent, ami az eredeti feltételeimnek megfelelt, tehát 200-ból 3 olyan, 1,5%-os sikerrel dolgoztam. Hát az nem valami jó arány, de ha értékeled a próbálkozásomat, akkor nyomj egy lájkot, ha pedig várod a következő videót, akkor iratkozz fel a csatornára. Jövő szerdán új kísérlet jön, de addig lesznek még más tartalmak is itt is, illetve Instagramon, úgyhogy találkozunk nem sokára. Sziasztok!